A rendelkezésre álló adatok szerint egy 54 éves férfi személygépkocsival közlekedett Szolnok belterületén. A sofőr a Bajcsi-Zsilinszky út, Nagy Imre körút, József Attila úti közlekedési csomóponthoz érkezett, ahol szabálytalanul a felfestett záróvonalat átlépve úgy haladt ki a külső, jobbra kanyarodó forgalmi sávba, hogy nem biztosított elsőbséget az autóbusz megállóból elinduló autóbusznak. A buszsofőr az ütközés elkerülése érdekében fékezett, azonban ennek ellenére érintőlegesen ütköztek. A személygépkocsi vezetője az ütközést észlelte ugyan, azonban megállás nélkül tovább haladt. A vízfékezés következtében a busz egyik szépkorú utasa a kapaszkodó korlátnak esett, és elsődleges orvosi vélemény szerint 8 napon belül gyógyuló sérülés szenvedett. A rendőrök megállapították a feltételezett elkövető személy azonosságát, akit lakásáról állítottak elő, a szolnoki rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként kihallgatták. A terhelt beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy rossz döntést hozott, amikor elhagyta a helyszínt, és vallomásában bocsánatot kért a buszon elesett idős hölgytől.